A podcast működését a Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Pim-pam! Kávét az nem lehet kérni, ugye? Ezek mindenre lesz. De kérsz? Egy jó pocan. Kérsz? Jó. Elmegyünk kávéért, és megvan a taps, megy a felvétel, ugye? Igen, igen. De ne áll is. Nem kérsz? Most ilyenkor jönnek azok a részek, amit utána a Gábor kivágat. Ilyenkor forog a hasznos anyag. De nem baj, így is jó. Na, Gábor kiment egy kávéra, de ez minket nem zavar. Kopasz, milyen a turbó? Mert hogy az abarttal jöttél. Ez egy másik. Ne szórakozz, de. Összekevertem. Fehér. Jó, hát azt köszönöm. Fehér és abart, de ez egy másik abart. Ez egy 595 kompetíciónak, ezt most vásároltam egy két hónapja. Megvan még a másik, még nem adtam el, de hogy ez már egy újabb. Ez már gyárilag 180 lovas. Jó, de ez a tied lesz, tehát hogy váltasz. Ennyi nevemen van. Aha, jó. Hát van írva. Jó, és honosítva van. Igen, ennyi. Milyen színű a rugó? Piros. Nagyszerű. Piros gyári egybak. Oké, király. Jó, Gábor, közben megyünk egyébként, tehát, hogy... Jelenleg? Figyelj, ilyen organikusan. Micsoda? Nem kell, a Maci mindjárt hozza a kávét. Na, a Maci lesz kiakadva, hogy ő benne lesz a felvételben. De hát, gyerekek, így működik a dolog. Hát nagyon régen találkoztam már a fentebb említett urakkal, akiket a címben is láthattok, de hát újráznunk kell, mert hogy hát most már én nem is tudom, mennyi idő telt el, több mint fél év szerintem, mikor legutóbb itt voltatok. Hát, drámai változások, egy az, hogy Kopasznak visszajött a hangja, ugye a legutóbbi Road Movie-ban hallottuk Szántó Öcsi bácsi és Darth Vader szerelemgyerekét, úgyhogy ebből visszajöttünk. Gábornál pedig hát egy családtaggal kevesebben vannak, egy zöld családtaggal kevesebben. Igen. Egy Julia elment. De barátokhoz került. Jó helyre került? Jó helyre került, és fogok róla tudni, úgyhogy így meg vagyok nyugodva. Így kevésbé fáj, csak egy picit, de a gyászmunkát akkor is el kell végezni. Igen, a gyászmunkához, tehát, hogy itt hiánypótlást is érzek ebben a dologban. Az megtörtént, csak még nem vettem át. Oké, és az mi lesz, hogyha nem spoilerezzük szét, bár most, amikor már ez az adás kikerül, addig, akkor már... lesz, igen, az egy Alpine A110 lesz. Aha. Egy GT kivitelű. Hát azért ez egy nagy szerelem szerintem sokak számára, akik próbálták azt az autót, ez talán egy ilyen utolsó mencsvár még így a 2020-as években, hogy egyáltalán egy ilyen belefogott, vagy egy ilyennek a gyártásába belefogott bárki is. Hát szerintem így körülbelül nagyjából másfél év van még hátra, és abban a pillanatban úgy föl fog robbanni az ára. Én nekem ez a tippem. Ugye a cyber security-s történetek, amik jönnek EU-s előírás kapcsán, az még úgy istenesen meg fogja tizedelni egyébként a gyártók modellpalettáit. Tehát azok a modellek, amik egyébként még futhatnának 2-3 évet, azok most a legtöbb gyártónál ugye ki lesznek gyomlálva a képletből, mert már nem éri meg őket upgrade-elni, és valószínűleg az Alpine A110-nek a sorsa is itt fog megpecsételődni. Azért ezt egy picit azoknak, akik nincsenek ezzel annyira tisztában, tegyük már helyre ezt a cyber security-s történetet. Ugye az autógyártók azért alapvetően képben vannak azzal, jó esetben, És Maci is benne van a felvételben, hogy mondtam, hogy utálni fogja. Bocs, Maci! Szóval megjött a kávú, de jó lett. Kedves egészségedre. Köszönöm szépen. Tehát konstans bonyolítások, szigorítások vannak nyilván a törvényezői oldalon az autóiparral kapcsolatosan. Ezeknek a zömével azért általában egy viszonylag nagy időhorizonton számolva tisztában vannak az autógyártók, és készülnek rá. Amikor Euró 5-ről Euró 6-ra átállunk és társai, akkor ugye általában már a bevezetett szigorítás előtt néhány évvel, amikor kijön egy új modell, már alkalmas arra, hogy azt a vonatkozó jogszabályt, ami majd csak 2-3 év múlva lép életbe, tudja az a konkrét autó. De amikor egy modellciklus vége felé történik valami, ráadásul egy olyan dolog, amit adott esetben menet közben jobban szigorítanak annál, mint ahogyan arra az autógyártó készülhetett volna, akkor vannak azok a megfontolások, hogy leülnek a kockás papír fölé a pénzügyesek, osztanak, szoroznak, és azt mondják, hogy
Ha most abba adjuk a gyártást, akkor bukunk X egységet, amin kerestünk volna Y pénzt, de Z mennyiségű pénz kéne ahhoz, hogy ezt megtehessük, és az egyik üti a másikat, tehát inkább befejezzük annak a modellsorozatnak a gyártását, mint hogy egy másfél-két évre még itt nagy erőfeszítéseket tegyünk, pláne nincs modellek esetében, ott aztán végképp semmi értelme nincs az ilyesminek. És most jött egy viszonylag drasztikus szigorítás cybersecurity kapcsán. Hát nyilván nem szeretné senki, hogy az autóját hackkeljék, nem szeretné senki, hogy az autójából illetéktelenek adatokat tudjanak lehívni, pláne nem szeretné senki, hogy hirtelen gyorsuljon az autója, bár van olyan rajongótábor, akinek ez nem probléma. Nem tudom pontosan, hogy jó-e, amire én gondolok, de szerintem ti biztosan tudjátok, mire gondoltam. Viccet félretéve, azt gondolom, hogy és itt már az összeesküvés elméletek terepéről is beszéltünk, de amikor így hirtelen tankerhajók ütnek ki hidakat a világban, akkor mindenki el tudja képzelni, hogy egy autóval és azért elől megtörténhetnek olyan dolgok, amiket nem akarunk, hogy megtörténjenek. Például ilyenekre jöttek egyébként azok az egyébként az EU részéről szerintem értelmes elgondolások, hogy ezt éppenséggel érdemes szabályozni. Ez pedig a visszapillantó. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Egy ilyen nagy rősebb bele ugratunk rögtön a közepébe. Rögtön a legkeményebb témát vetted hát, bocsánat, finoman arra kormányoztunk, mint a tankerhajót Baltimore-ban. Úgyhogy, az ott a keresztbe, hát még egy csak, azért mondom. Na tessék, hát kérem szépen. Megszaporodtak így hirtelen, semmiből. Amikor a Suezi csatornában is egy macskát kikerültek, érted, és utána megállt tulajdonképpen a teljes globális gazdaság. Szóval nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a vissza pillantóban. Újrázunk ismételten Várkonyi Gábor, illetve Kronelláf István. Itt vannak a stúdióban. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy ismét rendelkezésünkre álltok. Sziasztok. Mi köszönjük, sziasztok. Mi történt az elmúlt bő fél évben az autópiac házatáján? Én beszélgettem egy hazai importőrrel még valamikor ősszel, és mondta, hogy most miről beszélünk. Őszintén reméljük, hogy majd 2024 Q3, Q4, tehát majd a negyedév az már úgy remélhetőleg valami majd ott lesz. Te de hogy addig csend. Attól függ, hogy mit árulsz. Mert ahol van pénz, prémium kategóriában, ott nem ezeket hallottam. Ott még, akkor visszatérhetünk még az előző beszélgetésre, amikor a Gábor is említette, ugye, hogy most még a nagy V8-asokat és még azokat a luxusautókat még bőven vásároljuk, akkor be, kvázi ott tartunk, tehát hogy ez a része az nyilván működik. Hát igen, de azért az autópiac nem ebből áll. Igen, tehát ez nyilván van egy ilyen felső szegmens, ahol van pénz, ott az ilyen picik is, és akkora válságról nem beszélhetünk. Tehát ezt a népréteget, vagy társadalomnak ezt a rétegét, ezt nem hagyja meg. Tehát ők ugyanúgy nyomják tovább a gázt, mintha nem lenne holnap, de amikor, nem is tudom, valamelyik ilyen multi vezető mondta, hogy hát már nem lehet tovább emelni az élelmiszer árakat, mert hogy a vevők már nem viselik el, és ugye 25%-os volt, azt hiszem, a zsugorodás a piacon, akkor azért, aki ezen az anyagi létrán egy picit lejjebb helyezkedik el, és az a kaján spórol, akkor az nem autót kezd venni. Pláne nem új autót. Pláne nem ilyen benzinárak mellett mondjuk. Most a benzinárak nem mentek egyébként, tehát a Covid után ugye volt ugye a benzinás top, utána felszabadultak az árak. Most szerintem annyira nem drámai, hát 650, hogy mennyi volt a gázolaj, hát most körül tankoltam. Szerintem nem is az a kaja az, de jobban drágult szerintem, mint a benzin. Hát arányaiban jobban drágult, igen, de hogyha azt nézed, tehát hogy nyilván mi a preferencia? Tehát, hogy először oké, hát amikor... Hát autó, ami nem hát értjük, hát egyértelműben. Ennyi ráérünk is. Hát akkor ezt a részét meg is beszéltük, azt hiszem. Oké, de láttok változást bármilyen irányban? Mondjuk az elmúlt fél évben? Szerintem akkor, amikor... Mekkora levegőt vettek. Bocsánat, akkor, amikor mi itt legutoljára beszélgettünk, akkor voltunk szerintem így a drágulásnak, a hullámának a tetején szörföztünk éppen. Tehát akkor úgy már fölértünk a tetőre, még tartott a lendület. Igen, pont azt mondtátok, hogy nagyjából itt törik meg a dolog, ha megy le, de... Így, ha visszagondolunk, visszanézünk, nagyjából igazunk is így volt. Van. Így ott volt a teteje. Ott volt a teteje, és azóta... Hol a taps? Nincs taps, már nem tudok tapsot adni, bocs. azóta szépen korrigálunk visszafelé, egy
iszonyatosan magas bázisról, jövünk vissza egy olyan 20-25%-nyit bizonyos szegmensekben. Igen. Nagyjából ezt lehet mondani. Hát a prémiumban talán többet is. Igen. Igen, 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 de hát most vegyük alapul ezeket a az átlagautónál. Céges oktáviákat, és ott nagyjából azt lehet mondani, ami a hullám tetején volt 7, az most 6. Ha ugyanazt a összehasonlíthatóságot akarjuk nézni, tehát ugyanolyan korú, ugyanolyan kilométerfutású autót időben eltolva akarunk reprodukálni, akkor nagyjából itt tartunk árban. Szerintem a Q1 24-ben az váratlanul erős volt új autóadások szempontjából is. Itt több importőr képviselőjével itt így kicsit vakargatjuk a fejünket, még hogyha tisztítjuk reexportos számokkal, akkor is egészen jók voltak szerintem a számok. Nem várt módon jók voltak a számok, de ebben ugye nagyon nagy szerepet játszott az, hogy ismét túlkínálat van autókból, amire az elmúlt 2-3 évben nem nagyon volt példa, és hát nagyon kemény akciókat láthattunk. Ugye a kedvencem a 0%-os THM, amit még pénzügyileg képzett emberek is elhisznek, felfoghatatlan számomra, nincs olyan, hogy 0%-os THM, olyan van, hogy valami drágábban veszel, és maximum a hitelben nem azt fizeted, ami a normális piaci sztori. De jobban esik a lelküknek. Igen. Megkírva a plakátra jobban néz ki. Igen, de való igaz. Igen, meg vannak ezek a milliós, az a másik kedvencem, a kiírunk egy olyan állat, amilyen soha senki nem vett semmi alkalommal olyan autót, amilyet, de még azt is egy picit megtoldjuk, és akkor abból rakunk egy autónyi kedvezmény, egy másik autónyi kedvezményt a sztorihoz. Ugye ezek csalogatják a vevőket, látható, érezhető módon, és szerintem nagyon erősen emelkedett a tudatos vásárlás és az értelmes pénzelköltésnek az aránya az új autópiacon. A használtnál már egy kicsit más a helyzet. Ez az új autópiac, nekem nagyon nagy rálátásom. Nincsen egy-két barátom van, aki ilyen helyen dolgozik, és néha beszélgetek velük, de ők inkább a prémium szegmensben vannak. De a használtnál én azt láttam, hogy ugye volt a Covid-nál az a, amikor majdnem újjára adtad az egyéves autót, és azonnal kellett minden, és nem számított a sebesség, meg semmi is számított, csak legyen kocsi. Az ugye elindított ezt a borzasztó hullámot, egy nagyon beteg dolog volt, de nem is volt egészséges piaci szempontból, és azt gondolták az emberek, hogy hú, hát akkor kereskedők most mennyit keresnek? Nem, mert a beszerzési ár is fölment. És aztán szépen ugye el kellett visszakorrigálni a piac. Tavaly így beszélgetve használt autós pajtásokkal, az a nyár, ősz az volt így viszonylag gyengébb. Egyébként nálunk is az első negyed év az szerintem rendben volt. Nem tudom, nálatok, hogy ugyanez, volt. Ugyanez, teljes. Sőt, szerintem egy kicsit erősebb volt, mint tavaly ilyenkor. Majd nem azt merném mondani. Jó, de erre most azt mondod, vagy azt mondjátok, ugye, hogy nyilván a számok tükrében abban nagy részt képviseli a 0%-os THM, amiről majd a GVH majd vizsgálódik, hogy néz ki ez az árképzés, de hogy ezek nagy részt tesznek ki belőle. Az újból. Az újból, persze. Ezen felül még mi lehetett? Tehát, hogy azért ez önmagában, hát ez a fajta marketing tevékenység, ez nem most ugrott ki a kalapból. Mégse fogyott el a pénz. Nagyon más. Mégis van. Nem, azt nem tudom, hogy magánszemélyek milyen arányban képviseltetik magukat az új autópiacon. Van erre információd? Szerintem nagyjából ugyanaz, mint eddig. Tehát én nem látom ebbe a kiugró különbséget, sőt, talán megmenném kockáztatni, hogy ilyen autóárak mellett még kevesebb a magánszemélyes vásárlás. Én is ezt vizionálnám. De hát mondjuk nézzük a hazai autónkat, a népautót. Hát a népautó, mint márka is, most nem fogunk, vagy mondtam, mondhatunk márkát? Persze. Mondhatunk márkát. Tehát ugye a Suzuki tipikusan jól leképezi azt, ami történt. Eszetlen árazás, sokáig, fölfelé, meddig megy el a piac, mit bír el még a vásárló, és akkor hirtelen 2 milliós mínuszokról nyugodtan beszélhetünk a jelenlegi kedvezmények kumulált összegével számolva. Most annyival már be tudja csalogatni a magánvásárlót. Tehát most amikor 9 volt, akkor nem volt izgalmas. Amikor 7 lett hirtelen, akkor megindultak. Csak ugye az a 7, az csak egy fél pillanat, hogy az ugye 4,5-ről ment föl iszonyat rövid idő alatt. És a 9-hez képest a 7 jónak tűnik. A 4,5-hez képest meg marhára ment. Igen, és aki a Covid környékén vásárolt abban a rettenetes árhullámban vásárol új autót, és az most jön vissza, és el akarja nekem adni a Suzuki-át, és most belefutottam az elmúlt időben több ilyenbe, hogy
mondja, hogy ő mennyit szeretne érte, és én meg így visszaküldöm neki hirdetést, hogy de hát jó barát, hát itt vannak az új kocsik ennyiért, és ott hirdetik a használt autó nőket. Hát ő nyilván kardjába dől most, persze. És akkor, de ő ennyit, értem, csak hogy annyira új van, tehát hogy vehetném meg annyiért. Ugye, erről már szerintem beszéltünk itt is sokszor, ez az olló, ez a képletes olló az új meg a használt között. Ez állandóan nyílik és zárul, és most éppen abban a fázisban vagyunk, hogy mindig le van késve a használt autópiac az újhoz képest. Amikor az új eszméletlenül elszállt, akkor nagyon sokáig relatíve olcsón lehetett fiatal használt. Mire utána megy nyilván? Utána ment, zárult az olló, most ott tartunk, hogy aki az egy évvel ezelőtti mozit nézi, az azt gondolja, hogy mindig rohadrága minden, de hát már messze nem itt tartunk, elkezdték akciózni az új autókat, és még ott vagyunk, hogy aki újszerű autót nézne, annak érdemes vetni egy pillantást a vadonatúj autókra is, mert az egyéves az nem lesz annyival olcsóbb, mint amennyire jól akciózzák most ezeket az autókat. Sokszor, nem mindegyik esetben, de sokszor. De milyen érdekes, hogy ennek van egy gazdasági, meg egy üzleti modell az egész hátterében, és emellé-mellé tudott tenni a pszichológiáját a dolognak, nem üzleti oldalról, hanem vevői oldalról. Amikor jött az, hogy 9 millió mondjuk egy Vitara, akkor most átlagos János, ahogy állandó karakteredet említsem, tehát átlagos János azt mondja, hogy 9 millió egy Suzuki Vitaráért, hát a rohadt életben már. Hát ennyire nem veszek Suzuki-t, és akkor megvetem, hogy 7,5-ért, és most még azzal játszunk. Tehát, hogy egyrészt először is lehet, hogy addig ringatja magát, hogy jó, hát tényleg ennyibe kerül, hát akkor veszünk egy Suzuki-t 9 millióért, és a kerítésre támaszkodva délután, vasárnap elsírja magát a szomszédnak, hogy hát nézd meg, mennyibe került ez a Suzuki. Majd, amikor mondjuk el akarja adni, vagy le akarja cserélni. Tehát ott még van egy ilyen, hogy hát ebbe beleszaladtam rendesen. Tehát, hogy ott azért kihajítottam egy jelentős mennyiségű pénzösszeget az ablakon. Tehát, hogy még van egy ilyen fröccsöd. Ha Tesla pleddet vettél volna 60 ér, és utána leviszik 50-re, az is fájt volna. Ilonka éppen gondolt egyet. Így pofozta végig az elektromos piacot. Egyébként az elektromos piacon lehet a legnagyobb bukókat realizálni jelenleg. Én nem is veszek. Tehát ez olyan számot mondok elektromos autóra, hogyha valaki jön, hogy vegyen meg, hogy ilyen 60%. Ja, hogy beszámítani? De ez minden, ez alapvetően mindenhol így van. Nincs, tehát elolvadtak a maradványértékek, senki nem mer ezzel foglalkozni, amikor a saját pénzét kell kereskedői szemmel kockáztatni, mert nem látod, nem tudod. Hát az elektromos autó az borzasztó. Tehát Ilonka gondol egyet, úgy kell fel, csapjunk le belőle valamit, és tehát az i3 piac, akkor volt 2 i3-as, amikor ő januárban tavaly levitte ugye az árat 4 millió forinttal, és az ugye végigpofoz mindent. Én nem, hogy mondjam, nem dimenzionálnám túl az ő jelent, az egyedüli jelentőségét. Nem, csak az, hogy egy ilyen, hogy 20 ér árulsz egy autót, mondjuk legyen az Model 3 20 millió januárban, árulom a 3 éves i3-ast 14-ér, írunk a gondol egyet, leviszi 16-ra, és akkor ott vagyok, hogy ott már annak a rétegnek, hát akkor bemegyek 2 millió pluszra, és veszek egy új Model 3-ast. Értető. És akkor muszáj vagy levinni, és akkor például az i3 árában egy olyan esés keletkezett, de nem csak az i3-éba. Hát az végigvitt az egész. Hanem az összes. És akkor mindenki azt mondja, jó, hát ha 16 ér ad Ilonka újat, akkor megveszem azt, és nem veszek 15 ér 3 éveset, vagy 14. És milyen érdekes, hogyha mellé tesszük még azt a képletet, amiben szerintem magamra értve sokan gondolkodunk, hogy márkahűség, hogy preferenciák, hogy megvannak. Amikor jön egy ilyen húzás Elon Musk-tól, hogy vágunk egy szép nagyot rajta, és utána ott van a te konkrét példád az i3-assal, ahol lesz mondjuk 1,5-2 millió forint differencia, egy mondjuk 2 éves volt, vagy mit mondtál valami? Hát a relatív friss autóról. Közben megálltad? Ja, nem, működik jó. És akkor ott van mellé ennyivel drágában egy új Tesla, mert azt mondom, hogy jó, hát elektromos, akkor vesszük azt. Tehát, hogy... Én ezt még ennél is extrémebben nézem alapvetően. Nekem a villanyautó beszámítás, meg a villanyautó vásárlás az arról szól, hogy én kizárólagosan a második autóként használt villanyautókat tudom elképzelni, mint valós piacinist. Aki ezt elvi okokból vásárolja, az szerintem egy teljesen más vásárlói réteg.
Ugyanazt kapod akkor is, hogy a 10-et adsz ki, meg akkor is, hogy a 20-at adsz ki. Jó, te robotgépként kezeled én, a dolgot. Én ezt úgy nézem, hogyha ár-érték arány szempontjából közelítjük meg ezt a kérdést, akkor tényleg brutálisan alá kell mondani, mert hogy effektíven nincsen többletérték abban, hogy valamit kétszer annyiért veszel villanyautóként, lehet, hogy jobb autó lesz vezetési szempontból, de hogy nem lesz nagyobb a hatótáv, vagy nem lesz lényegesen gyorsabb a töltés, vagy hogy ha így van is, majdnem mindegy, mert úgyis otthon töltik, és úgyis csak a kerületen belül mennek, most tényleg túlzok, de szerintem érthető, hogy mit akarok ezzel mondani. Számomra a villanyautó vásárló, meg a készletre megvett villanyautó, az akkor működik, hogyha feketén-fehéren le tudom vezetni az esetleges érdeklődő számára, aki egyébként alkalmas életkörülmények között van ahhoz, hogy villanyautót vegyen magának, hogy ezzel ténylegesen pénzt fog spórolni. Én még nem találkoztam olyan villanyautóvásárlóval, én személy szerint a saját praxisomban, a használt autóval, nem az újról beszélünk, a használtról, ahol jelentős többletértéket lettek volna hajlandóak millió forintban kifejezve adni azért, hogy mert egy kicsit szebb, vagy, egy kicsit jobb, egy kicsit emocionálisabb, egy kicsit izgalmasabb villanyautó legyen. De talán tehát ennek effektíve, hát ez a funkciója. Tehát, hogy a racionalitás. Na jó, csak tehát akkor... Ezt megbeszéltük 55-ször, hogy ugye pont ez a lényege. Városban, második autónak, igen, ez erre való. Tehát, na és akkor gondolj bele abban, amikor így egy szép reggel arra kezd, hogy a Nissan éppen szőnyegbombázza a piacot 6,5 millió forintos Leafekkel. Na akkor milyen gyomorgörcse van annak, aki mondjuk 10 millió forintért megvet magának készletre egy fiatal, modern villanyautót? Itt viszont... Ezért nem veszek villanyautót. És pont. Ezért nem merek. Hát most figyelj, az egyik barátomnak vettünk egy i3-ost, ugye ez a konkrét példa, amit árultunk, 14-ért kezdtünk, 10-ért adtuk el. Mm. 4 hónap múlva. Mert ennyit. De addigra végig bombázta, addigra lementek az árak annyira, hogy annyit tudott a kocsi, és a végén úgy gondolom, hogy mindegy. Minden hamarabb, mert... Hát, most mit vár, hogy 8 legyen? Tehát meddig vársz? És nagyon sok ilyen rejtett sztori volt, tehát azért azt ne felejtsük ki, hogy amiről itt most beszélünk, hogy valaki fullba nyomja, hogy a klasszikus nézem. Fullba nyomja a kretén. Hát mert ugye marha nehéz megérteni mondjuk egy ilyen akció esetében, hogy tehát miért pont 6,5? Tehát, hogy ugyanennyi erővel azt a 217 darab autót elvitték volna 7,5-ért is. Tehát számomra érthetetlen, hogy miért egy ilyen... Ez hol van ebben az izmozás? Vagy... Piacot romboló alapvetően, de hát ők tudják, oké, az ő maradványértékeik vannak ezzel szét rombolva, ez az ő sztoriuk. De... Na mindegy. Nagy ívű történet. Gábor, valami benned marad. De... Bennem maradt, inkább bennem is marad. Ne, beléd büdösödik, mondjuk. Vigyázz, kopasz, mert úgy elálltál a mikrofontól, hogy már mint a gégemetszésen ott van. Szerintem ezek tényleg ilyen rettenetesen nehezen értelmezhető praktikák, és azt kezdtem el ezzel kapcsolatban mondani, csak hogy visszatérjek az eredeti gondolatmenetre, hogy nagyon sokan ugye rejtett módon próbálták egy kicsit elegánsabban csinálni ugyanezt. Tehát ez a... Hallod, figyelj, itt gyere már ki a szalon mögé. A 16 ér van oda kiírva, de ha vársz egy 2 napot, akkor ez lesz 11,5 is. De ne mondd el senkinek, ugye, és ilyenekből is volt nem egy, nem kettő, és előbb-utóbb ugye ezek is elterjednek. Tehát mindenki... Nyilván elmondja a haverjának, hogy ennyi volt, és nem annyi. Nem biztos, hogy jövő héten leprodukálni lehet, de azért mégiscsak megtörtént az, hogy egy jó pár autót lényegesen a listár alatt kénytelen volt egy-két autógyártó kinyomni a piacra, mert árárohat, B, ugye figyelnie kell a CO2 kóta miatt a villanyeladásait. És akkor itt van ez az állandó játék. Ez egy szép balansz, aha. Hogy melyik kezembe harapjak. El kell adni a villanyt. Mert a másik oldalon ami mint tudjuk önjáró. És ennek, hogy ezt a nagyon sok mindent egymás mellé tegyük, hogy ott a kvóta, hogy ott van, ami a villanyautókhoz kötődően racionális gondolkodás és választás, és jön egy ilyen, hogy megveszem, és utána 3 napra rá földobja a banner, nem tudom mi, a hírkereső oldalt, és lefordulok a székre, mint most, ahogy a Gábor próbálkozom itt, igen, küzd az elemekkel. Tehát, hogy jön egy ilyen, akkor, és oké, hogy most elektromos autó választásról van szó, és ott most nem a márka preferencia az első. De hogy nem mondom azt egy ilyennél, hogy Nissan, már pedig neked nem vagy te egy kicsit... Tehát, hogy akkor nem jön, hogy érted? Tehát, hogy ez egy olyan márka romboló történet, még ha értem is, hogy nem ez a történet. Tehát, hogy ez valami egy botrány. De hát most mit tudsz ezzel csinálni? Ki tudsz használni a sztorit? És akkor ne felejtsük még itt ki, ugye van egy ilyen állami támogatásos buli is a képletben, ami aztán megint csavar egyet az egész torzítón, egy elég rendeset.
Jó, hát egyszerűen sose támogattam ezt az állami támogatásos történetet. Mindenkinek. Te Gábornak ez a zászlajára van tűzve, igen, szintén, ugye, no szubvenció, de... Hát de, igen, de nyilvánvalóan igénybe vettem. Tehát, hogy... ez nem kérdés, de... Hát, ez adják, a szép. Adják. Jó, hát nyilván nem jó, egyedül szemben. A családtámogatásos is. Annak idején beszélgettünk erre a családtámogatásos kocsivásárlásra valakivel, hogy nem, oké, persze, értem, három gyerek, mindent értek. Megvették az emberek akkor a 7 személyes autókat, lejárt az elégedési korlátozás. Most három ezek, év volt, vagy kettő, három, vagy három, három, három? Most ezek az autók megjelentek szakmányban a piacon. Mi volt? Bementek a boltba, és megvették a kis turbós benzines fosokat. Már aki. Már aki. Azért volt jó is ezek közt. Újat. De azt mondom, hogy volt jó típus is, amit jó lehet volt jó adni. Típus is, de nagyon sok egy-kettő turbó van. Igen, a háromhengeres barátaink azok most ott rohadnak maguk elé. Igen, és akkor amikor ez az egész, az elégedési korlátozás föloldódott, akkor behoztak hozzánk megbízásra egy ilyen kombót, az egy dízzel volt, fél évig árultuk, így kellett lefele menni folyamatosan az árban, és most, ha fölmész a Hahura, akkor azt látod, hogy hegyekben vannak ezek a kis turbós hétszemélyesek, és minden héten jön 2-3 e-mail, hogy vegyem meg a kiváló 1-2-es turbós Citroen-t, Peugeot-t, Opelt. Motorcsere után. Akkor se. Mert akkor meg az a veszély, mert az egész ország tudja, hogy szar, és azért nem veszik meg, mert már mindenki tudja, hogy szar. Na, de itt jön az a kérdés, hogyha tájékozódsz időben, és veszel mondjuk egy Turánt, vagy egy Doblót, aminek nem hullik szét a motorja, azt el lehet adni érdekes, igen, módon, jó áron továbbra is. Igen. De ugye itt ilyenkor az van, hogy megjelent most a piacon, az van, hogy megjelent ez a rettenetes mennyiségű kis turbós 7 személyes, de ilyen 5-6 millió forintokat, heteket akarnak ezekért az emberek kapni, és azt látom, hogy akinek akkor nem volt is mondjuk 3 gyerekes, és rászorulna egy ilyen autóra, vagy szívesen használni ilyen autót, annak most sincsen 5-6-7, miközben az élelmiszer árak elmentek az égbe, és emiatt van azt szerintem, hogy én azt veszem észre, hogy ez a 7 személyes piac például most nagyon áll ezek a 5-6 millió forint környéki 7 személyes, igen, közelében nem merek menni ezeknek. Nem tudom, nálad mi van? Én nekem ezeket szeretem megvenni, igen. Fú, én nem. Volt nálunk most egy-kettő ilyen, és nagyon megégettem magam velük. De mikkel? Mi volt a típus? Hát volt ez az Opel kombó, akkor volt egy Dacia, mi volt még? Három volt, és mind a három ilyen nagyon nyögvenyelős volt, nagyon nehezen ment el. Én ezekből tartottam magam akkor is, amikor az újakat kellett ügyfeleknek ajánlani, Dobló a kispénzőeknek, és tökéletesen működött, és Turán a felső középosztálybeli vásárlóknak, az is tökéletesen működött, és ezektől a három hengeres csodáktól én kategórikusan elhatároltam. Fie kopasz, hát a Gábornak, ha nem megy. Jó. Szoktunk ilyet csinálni egyébként, hogy valami másra jobban megy. Hol lakik a magyarok istenek? Olyat ne hozzá. Az e-maileket, hogy keresétek a Gábort, és szereti. Egy-kettest, azt nem. Pont ma keres. Szereti ezeket, gyűjti. Motorral együtt hozzák az 1-2 turbót. Jó, ezt most vagy... De egyébként most ezen röhögünk, de egyre több ilyen van, bocsánat, hogy a szavadba vágtam, de hogy gyakorlatilag már körbe lehet lőni a fél autóipart azzal, hogy mi az, amit nem fogunk venni semmiképpen se, és erről is sokszor beszéltünk már, és ez most már, tehát eddig ilyen felületes probléma volt. Az 5%, aztán lett 10%, aztán most ott vagyunk, hogy gyakorlatilag a paletta 60%-a olyan, amire lassan azt lehet mondani, hogy figyelj, nem. Lejárt a garancia, ne hozd ide, nem érdekel. Nem kell, csak a gond. Igen, ugye nekünk az emberek azt nem tudják, vagy nem értik, vagy nem gondoltak bele, hogy amikor mi vásárolunk egy autót készletre, hogy mit eladjuk, akkor nekünk azt is mérlegelnünk kell, hogy ez milyen szavatossági kockázatot rejt magában. Tehát mert a Gábor is törvénytisztelő módon űzi ezt az ipart, én is. Tehát, hogyha valós szavatosság igény van, akkor azt nem szoktunk vívni rajta, meg harcolni, hanem megcsináljuk. Ezért olyan autókat veszünk meg, amiknél ez nyilván a kockázat minimális. Hát meg, hogyha jól felfogott nem szavatosság, mert egész egyszerű üzleti érdekedet nézed, mind a kettőnknek az a buli, ha egy autó akár kétszer meg, vagy háromszor megfordul az élete során. Hogyne. Tehát olyat jó
ajánlani, olyat jó értékesíteni, amit adott esetben 3 év múlva visszahoznak. És ez utána... hosszú távú gondolkodás nyilván. Persze, vissza az ügyfél, és akkor elvisz a következőt, mert nem lett átverve. És akkor te el tudod, most egy Volvo volt ilyen, amit megvettem, 4-szer adtam el. Na, nálam is valahogy van. Egy 40-es Volvo-t adtam el, 4-szer ilyen 150 környékén. Tudod, 2 hónapon belül. 150 környékén vettem meg ilyen. Nagyon... 4 különböző céggel. Igen. Dobos. 4 különböző dobos céggel. És most 400 körül micsoda adtuk el. Micsoda cégért. A számok magukért beszélnek. Figyel. És mindig más volt az adárás. Igen. Ennyivel nem lehet. Akkor ennyivel sem jó. Na, meg volt az első 30 perc. Elnézést, kisipoljuk, bocsánat. Oké, említetted a Doblót, említetted a Turánt. Mi az, amiben érdemes, ha 7 személyes, ez nagyon érdekes volt, ennek is megvan a pszichológiája, ennek a történetnek, ennek a családi autós kedvezményes sztorinak. És érdekes, hogy mondtad, hogy akinek akkor nem volt meg, az nem, tehát itt nem, az nem időt nyert ezzel tulajdonképpen, hogy még egy kicsit összeszedje magát, vagy bármilyen rációba. Kiszálltunk belőle, és állunk ugyanott nagyjából. Nyilván nem minden esetben. Tehát... Picit vitatkoznék ezzel, mert... akkor, amikor mondjuk ez az egész elindult, akkor még 5-5,5 millió forintokért mentek a Dacia-k meg a Fiat-ok. Most azért abból, hogyha kapták 2,5 millió forintot. De világos. Azért az, én láttam személyesen több tucatnyi olyan családot, akinek ez igenis megoldott az életét. Nyilván ők nem arra vették, hogy utána 3 év múlva eladják. Egy nagyon sok esetben pedig pontosan az történt, hogy hülye lett volna nem kihasználni a dolgot, és eleve vett egy olyat, amire azt mondta, hogy jó, hát akkor 3 év múlva majd veszek egy olyat, ami... Kvázi befektetés. Igen. 3 évig valaki finanszírozta az értékvesztésemet. Ez is értető. Még csak itt nem mindegy, hogy milyen autóról van szó. Még miatt megleszek köpködve, hogy nem támogatom a magyar családokat. Tehát 4-en vagyunk fiúk, testvérek, úgyhogy pontosan tudom, milyen az, hogy egy nagy család vagy olyan valaki, és az mire kell pénzem, meg mire jut pénzem, mire nem. És még egy személyes történetet, amikor cipős dobozban aludtatok tűnődmények, és a szomszédba jártunk át szemétért, mert még az sem volt meg. Na hát akkor meg, jó, oké, kivágtad magadat, figyelj ezzel a dologgal. Oké, tehát nyilván volt, aki befektetésként is gondolt erre a dologra, meg volt, akinek valóban ez tényleg egy segítség lehetett. Igen, itt ennek az a kérdése, hogy ez megint rászakad akkor a piacra, amikor ez a 3 éves történet nagyjából kifut, mert még akár az is gondolhatja, aki nem is befektetésnek vette, hogy most jött éppen egy olyan szituáció az életünkben, hogy akkor váltsunk, és akkor dobjuk el. Ott megjön azért egy pofárás is, hogy akkor mi van. Nyilván adott típusnál meg extrán. Elektromos autóknál ugyanez van egyébként. Ugye ott is 3 évig kell tartani, hogyha majd 3 év múlva megjelennek ezek a 6,5 milliós Leaf-ek tömegével, akkor az is vicces lesz a maga módján. De az az érdekes egyébként, ez nem nálunk probléma, hanem nézem, hogy Európa szerte konferenciákat rendeznek arról, meg hosszú tanulmányokat írnak arról, meg banki, meg flottakezelő jellemzéseket írnak arról, hogy egyszerűen senkinek fogalma nincs arról, hogy a maradvány érték, hogy fog alakulni a villanyautóknál, és ennek megfelelően ugyanaz a hozzáállás nagyba is, mint amit mi kicsibe csinálunk itt a kopasszal, hogy így bemondasz egy random árat, ami nem lehet bukni, mert hogy nem tudod, hogy mi lesz. Igen, hát mi is úgy beszélünk villanyautóáról, hogyha jön. Tehát mi láttuk az árcsökkenéseket, meg az akciókat, stb., és látjuk azt, hogy ez hogy pofozza végig a piacot. Tehát nekem egy olyan árat kell mondanom, hogyha vagy Ilonka, vagy a Nissan, vagy bárki gondol valamit, és bedob ilyen 4 millió forintos mínuszokat, én akkor se égessem meg magam. Nyilván ez, amikor bejön a vevő, hogy ő ezt beszámítatna, és mondok neki egy ilyen sértő számot, én azt tökéletesen értem, csak a másik oldalon meg az van, hogy én azonnaltól bukni 2 milliót, és nem és azért keltem fel. Kell adni, vagy az visszajön. Igen, nem azért keltem fel, hogy még a Volvo 4-szer. Igen. Egy flotta kezelőnél, ez hogy néz ki ez a történet? Mert ti oké, megvagytok ezzel a történet, egy kicsit így perifériára rakjuk, és nagyon óvatosan. Na most, amikor flottás, meg kulcsos autó, meg e-autó, meg stb., meg ezek már így szépen lassan gyűrűzik, olyan, mintha tényleg ilyen párhuzamos valóságban futnánk, vagy én nem tudom, vagy így szembe vennének a dolgok egymással. Én azt tudom neked elmondani, hogy importőri szinten egy-egy nagyobb importőrnél, ahol sok villanyautó van, és nem tudják őket eladni, milliárdos szintű leírásokkal terveznek a készletkisöprés kapcsán. Tehát az a helyzet, hogy egyszerűen
megint ne essünk abba a sztoriba, hogy akkor itt villanyautó ellenes, meg nem, de ne, tehát mindig el kell mondani, mindig keretezni kell, mindig el kell. És várj, hogy szoktad mondani, hogy békésen, hogy volt a kommenteket? Hogy... Aranyosan, kedvesen kommenteljetek. Na igen, köszönjük. Na, tehát az a helyzet, hogy ez egy árugalmatlan történet. Mégpedig azért, mert teljesen mindegy, hogy mennyire adod, ha valakinek nem alkalmas az életmódjára, mert nem olyan helyen lakik, mert nem úgy közlekedik, mert egyszerűen nem fér bele számára, ez konkrétan, akkor adhatod fele annyiért is, akkor sem fogja ezt venni. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy a piac telített. Tehát úgy telített, hogy aki ez érdekelt, akinek ez izgalmas volt, aki ki akarta használni az előnyeit, stb. Stb. Az már megvette. Nem tudja felszívni egy magyar, de még egy európai piac sem abban az ütemben ezt az egészet, ahogyan ránk erőltetik. Ez tök világosan látszik, csak árháború árán, ami meg hatalmas vérengzést fog rendezni mindenkinél. Az fog változtatni a sztorin, szerintem, amikor a plug-in hibridekről lekerülnek a zöldrendszámok, már pedig szerintem ez most már ténylegesen valahol itt lóg a levegőben, akkor lesz egy újabb felfutás a használt villanyautónak. Én így tippelném, de nézzünk körül, Budapesten vagyunk most jelenleg, és nézzünk körül itt, hogy kimész az utcára, hogy itt a szemben lévő házban lévő embernek megvan a villanyautója, hol tankolja. De kilógatja a hosszabbítót? Láttunk erre is példát, ugye de... Ugye a taxis, aki felfestette magának az elektromos autót töltőpontot, na de ilyen extrém megoldások születnek, de hát azért Pesten rengeteg ember lakik ilyen helyen, és a lakótelepen nem tudott tölteni a kocsidat. Nincs megoldva. Hát nem úgy tölteni nem tudod az autódat, hát én benne vagyok egy csoportban, ami önmagában egy szektának is beillik, a újpalotai csevegő, ahol este 11-kor mi ez a hang? Csak ennyit kiírnak tőled. Érted, és akkor rágy, de hol? Zsókavár utca 34/B, tudod? És akkor én nem tudom, jönnek, tehát borzasztó egy történet, és ott rendszeres az napi szinten, most tudom, hogy ilyen nagyon off-topic, de hát egyébként valahol kapcsolódik. Ugye ott már mint Olaszországban úgy van, tehát ugye megvannak a párhuzamosan parkoló autók, csodálatosan meg mellé a tologatos, aki ott hagyja üresbe kézifék kiengedve, mert nincs egész egyszerűen annyi hely. Hát amikor ennyi autó ott van, és oké, hogy nem X5-ösökkel van tele a parkoló, de hogy ennyi autó ott van, tehát hogy effektíven nem fél. Ez már létezik, hogy told arrébb, akkor csinálod, és akkor de az, már azt írják ki, hogy Honda akkor GCV 457, miért húztad be a kéziféket? És akkor így, tehát hogy így megy már az üzengetés. Mm-hmm. Tehát így működik. Hát most itt hol gondolunk arra, hogy egy fűnyíró légkábellel ledobom a hetedikről, érted? Négyet összedugok, és ledobom a hetedikről. Na és akkor nézd meg, hogy... És tízet dugjál be. Nézd meg azt, hogy Pesten él itt 2 millió ember, és 2 millió emberből hánynak van lehetősége arra, hogy otthon töltse este az autóját, miközben alszik? Meg milyen hálózat bírja el? Tehát, hogy nyilván ez jó, is még a... Még tételezzük fel azt, hogy a lakótelepen is azért vannak nyilván olyan drágább autók, akik meg tudnák venni a 6 millió, vagy 6,5 millió forintos Leafet, mert meg tudná venni, és neki az pont jó lenne, de hát oké, értem. Elmegyünk vásárolni a Lidl-ben 4,5 órát. Igen. És negyed óráként kihúzzuk a kábelt, és visszaretünk. Ja, igen. Tehát nyilván ez a része oké, hogy még mindig nem oldott, még mindig nagyon előre szaladunk, még mindig, ahogy ott vannak a szankciók, és ott vannak a majd 2035 és a mindenféle céldátumok, ami már ugye a euró 7 temp, vagy hát már nem tudom, hogy hol járunk. Majd, vagy átárgyalni, ja, vagy módosítani. Megint módosítani. De hogy, tehát, hogy megyünk ezen a részen, megyünk párhuzamosan mellé ezzel a gazdasági és üzleti gondolkodással, tehát hogy az tényleg az egyik lábamban lövök bele, és még grátisba a másikba is. És akkor ugye jönnek itt ezek a furcsa interpretációk arról, hogyha az autóipar ki tudja lobbizni, ilyeneket lehet olvasni az igazítőeknek az oldalán, hogy mégiscsak 2035 vissza legyen vonva, akkor megint győzött az olajlobbi, meg megint győzött az autolobbi. Hát ehhez érteni kéne ennek az egész történetnek a működését. 5 évvel ezelőtt kellett volna erről dönteni, mert mostanra már az elmúlt 4-5 évben mindenki hányásig öntötte a pénzt ebbe a dologba, és már azon remeg az egész autóipar, hogy most már, ha lehet, akkor tolja végig a politika az EU-ban ezt, mert ezeket a lóvékat, ezeket a 100 milliárd eurókat, amiket automárkánként elköltöttek, vagy koncernenként elköltöttek erre, ezt valahogy vissza kell húzni, mert még egy lövés nincsen. Tehát azt akarom ezzel megértetni
azok számára, akik felületesen követik az autóipart, hogy jelenleg azok az autós cégek, akik nem gondolkodtak előre, és azt gondolták, hogy tényleg előre a villany, csak a villany, és erre toljunk el minden lóvét, mert a politika majd úgyis végig csinálja ezt így, meg betiltja a fizikát, azoknak nem jó, hogyha most már korrekció történik, mert akkor még egy sínen kell valamit futtatni. Azoknak a cégeknek, akik egy kicsit kevésbé dogmatikusan nézték a világot, ismerünk ilyeneket, ugye Toyota és a BMW a két tipikus jó példa erre, azoknak meg ugye most valamilyen versenyerőnyt kéne, ha az élet igazságos lenne, kovácsolniuk abból, hogy nem bégettek a többiekkel akkor, amikor mindenki bégetett egy irányba. Én azt szeretném látni, hogy az élet bünteti azokat, akik nem álltak ki magukért, és előnyben részesíti azokat, akik kiálltak magukért. Ha ez nem így fog történni, az megint még egy, tehát ebben a nagyon-nagyon-nagyon széles skálában, ahol mindig van valami eltolódás a piacon, az még egy ilyen eltolódás, még egy ilyen... És most itt akár Elon Musk és a Nissan sztoriait, vagy húzásait, vágásait már behoztuk a képbe, és a Toyota BMW szintén bekerült a képbe, hogy próbálták egy kicsit így több vasat tartani a tűzbe, vagy benne hagyni egyáltalán még a tűzbe. Emellett pedig ott tartunk, hogy Szegeden épül a BYD, a NIO érkezik mostanság, és nézünk, mint a hal a szatyorban, és amikor, ahogy kezdtük is, azt mondtátok, hogy kvázi mindegy, mert egy racionális szempontok alapján vásárolunk elektromos autót második autónak, akkor ezek az autók épp ugyanannyira autók, mint amennyire mondjuk az i3-as, vagy mondjuk a Model 3-as. Mi a kérdés? Mi lesz itt? Tehát, hogy futtattuk ezt a kört, és értettük... Ha tudnám, akkor megszeltem a ötöt, szarnék rá. Értettük, és nézünk, hogy azt a... De hogy itt a pálya, ami még úgy nem tudom. Tehát én valahogy ilyen vihar előtti csendet látok ebben a dologban. Én szeretném érteni, hogy az EU-nak mi a terve. Van? Hát én nekem nem úgy tűnik. Én nem tudom, mi lesz. Nyilván lesz egy háború ebből. Tavaly vásároltunk egy MX-5-öst Olaszországban, és az eladó az egy autóipari mérnök volt, aki 5 évet lehúzott Kínában előtte, és tavaly nyáron úgy jött át nekünk az autót, mikor beszélgettünk, hogy itt csodák lesznek, és Európa fölködheti a gatyáját, mert ő látta azt, hogy a kínaiak hol tartanak éppen gyártásban, mivel egy részt vett a fejlesztésben, és mondta, hogy itt nagyon nagy bajok lesznek. Tehát, és ugye látjuk a BYD-t, ugye most nagyon sok tesztautó futott körbe itt a YouTube-on mindenhol, az összes ilyen autós csatornán, és mindenki úgy jött vissza, hogy ez gyerekek, ez rendben van. Nem kiemelkedő, de rendben van. Van, amiben kiemelkedő, van, amiben nem. Nem, de ez még csak az első fázis, nem? Szóval az, igen. Ez a... Tehát ez kínai, az, hogy most MG szintén... Bekopogtak, igen, az ajtón. Most kopogtak be. Mi ez mint a beetetés, be? Tehát csak úgy szórtunk egy kis magot, nézzétek, be. És akkor mi újság? Volt egy blogbejegyzésem arról, hogy Kínában az éves kongresszuson, ahol ugye a párt összegyűlik, és megveregetik egymás vállát, és elmondják, hogy merre van az előre, olyan kiemelt szerepe volt az autóiparnak, kimondva, hogy legkésőbb ott, aki semmit nem fogott ebből az egészből, meg nem érdekli az autóipar, csak mondjuk a világpolitikát, vagy a külpolitikát szereti figyelni, vagy a globális eltolódásokat gazdaságban, ott fel kellett, hogy figyeljen arra, hogy ezek nagyon komolyan gondolják, hogy a különböző tech cégeik mellett, amik azért működnek, és nem működnek rosszul, bár ugye megvoltak ezek a háborúk a nyugattal különböző kérdésekben, szóval ezek mellett az autóipart tartják deklaráltan politikai célként egy olyan hódító és növekedési pályán lévő szektornak, amivel meg tudják mutatni a világnak, hogy Kína az réges-régen nem az, mint ami esetleg a fejekben van. És vannak bizonyos kérdések, amikben egyszerűen tényleg iszonyatosan erősek. Akkumulátor technológiában alapvetően erősek. Villanyautózás kérdésében alapvetően erősek. Önvezetés kérdésében alapvetően sokkal szabadabb keretek között engedik őket fejleszteni és tesztelgetni különböző városi környezetes közlekedésben.
belső égésű kapcsán, meg hát az a helyzet, hogy ugye azok a mérnökök, meg az a tudás, ami innen el van űzve, az valahol helyet fog magának találni, az pedig Kína lesz, és innentől fogva meg abban is hátrányban leszünk egy-két évtizeden belül, de lehet, hogy még hamarabb, ami eddig 100 éven keresztül Európának az erőssége volt. Ez mind 2035-nek a bűne, szerintem. És milyen szép, hogy ugye, ahogy említetted, hogy ugye, ha itt most bármilyen változás, ugye, hogy ne jöjjön most már azok, akik mindent erre egy lapra tettek fel, európai autógyártók, hogy most már ne változtassunk most a játékon, hanem akkor ezt túljuk végig, mert... Van olyan gyártó, akinek ez okay. A érdeke, igen. Tehát, hogy ez nyilván van, akire ez vonatkozik. Tehát tartunk egy ilyen utolsó töltényes történetnél, a többieknél mondjuk még kettő, tehát, hogy vagy... Tehát ott is nyilván egy ilyen kiviereztetéses történet folyik. Na most akkor megjönnek ők a legnagyobb nyugalommal ebbe a sztoriba, és kvázi egy olyan lassan mozgó európai autós, vagy autó gyártói struktúra van, hogy nézzük, hogy mi történik. És... Hát meg egyszerűen végtelen pénzük van arra, hogy kivéreztessenek mindenki mást. Ez a veszély. De ez, amit nem fog föl szerintem az európai politika, hogy lehet itt gyepálni a saját autóiparunkat ilyen zöld tematika kapcsán, de ide jönnek a kínaiak, és azt mondják, hogy már pedig mi itt addig dolgozunk ezen a piacon, és addig adunk el minusszal autót, ameddig a többiek le nem térdelnek, akkor egy állami hátterű világ legnagyobb gazdaságának számító és tervel jövő társaság, egy ilyen szétaprózódott, sok szempontból sanyargatott ipart egyszerűen úgy fog legyűrni, hogy a lába nem éri a földet. Hát ez egy, ott van egy kommentátor, aki kimondja, hogy mi legyen az irány, gyerünk elvtársak mindenki előre, és ott nincsenek ilyen emberi jogok, meg ilyen hátráltató tényezők, hogy meg parlament, meg hasonlók, hát el van bábozva nyilván, de azért az egy kemény parancsuralmi rendszer, és beszélgettem nem olyan régen valakivel, aki élt Kínában, és azt mondja, az a nagyon nagy probléma az európai ember, hogy nem érti a kínainak a gondolkodását. Tehát egy alapvetően kereskedelmi, nincsen semmiféle elvek nincsenek, az van, hogy jól lehet kereskedni, ha itt lehet kereskedni, akkor kereskedünk. Ha Teréz anyával, akkor vele kereskedünk, tök mindegy, pénz legyen belőle. Ennyi. A másik, meg az, hogy alapvetően azt csinálják, hogy bólogatnak, mondod, hogy te mit szeretnél, bólogatnak, de azt csinálják, amit ők akarnak. Mintha befogadnám. De kezdben bólogatnak, hogy persze értették, igen, tudjuk, igen, majd mennek arra, merre ők akarnak, és ha rákérdezel, hogy de hát nem ez volt megbeszélve, igen, jó, és megint ugyanúgy megy tovább arra, merre ő akar. És az európai gondolkodás nincs erre felkészülve. Hát ezek nem jó hírek. Most mindig azon idejövünk, és akkor a kordunkba bírunk. És... De az a helyzet, hogy még egy csomó tök jó autót lehet venni, úgyhogy akinek van ideje, kedve és pénze, az még vásároljon be. Vegyen Alpin például. Például. Vásároljunk be. Tényleg kardunkba dőlünk. Igen, tényleg ez van, hogy mindig kiúrunk az ablakon, ami a végén valahogy. Én ezt annyiban árnyalnám, hogy Európa azért nem egy olyan nagyon lényeges faktor a világ autóipari horizontján. Tehát itt élünk, és mi azt gondoljuk, de hát Ázsia sokkal nagyobb, Amerika sokkal nagyobb. Dél-Amerikát és Afrikát is valaki motorizálni fogja, és az a helyzet, hogy azért a Toyota példáján láthatjuk azt, hogy nem feltétlenül kell itt a gatyánkba rosálni akkor, amikor jönnek máshonnan konkurensek, hanem egyszerűen azt kell gyártani, amit a vevő szeretne. És a helyzet az, hogy ezekkel a diktátumokkal mindenki marha kényelmessé tette az életét az EU-s gyártók közül, mert nem érdekelte őket, hogy mi az, amit a vevő szeretne, hanem azt gyártották, amit előírt nekik a politika. És ez a feszültség, ez fog tetőzni abban, hogy ki fognak vérezni. Aztán marad az erősebb. Most nagyon jó felvidítottál. De az Gábor, egy jó poénra leütötte. De az nem azt jelenti, hogy mindegyik meg fog szűnni. Az nem azt jelenti, hogy nem lesz... Jó, hát nyilván lesz egy ilyen szelekció. Egy kemény szelekció lesz, az biztos. De amit említesz, oké, motorizáljuk akár a Afrikát, ugye a szabályozás ugye az arról szól, hogy ugye az Európai Unión belül nem lehet forgalomba helyezni. Jó, csak az Európai ugye... Uniónak a részaránya a világ autóeladásaiban az permanens módon csökken. Megint én nem merek többet szólni, csak Nézzünk példákat, tehát mondjuk nézzük akkor a BMW példáját, hogy egy prémium gyártót nézzük, teljesen kiegyensúlyozott világpiaci szereplése van.
körülbelül piaci részesedés szempontjából hasonlatos dolgokat tud Európában, mint Kínában, vagy mint az Egyesült Államok piacán. Most az, hogyha ebből a háromból van egy piac, ahol éppenséggel ő 100% villanyt lesz kénytelen eladni 2035-től, a minden így marad, és tudja tartani a piaci részesedést, tehát önmagában nem lesz egy olyan drámai fordulat. Azok vannak beszorítva, akik elsősorban és kizárólag, vagy majdnem kizárólagosan az európai piacon keresik meg a kenyerüket, és európai gyártók. Ezeknek nincsenek jó kártyáik, ez tény és való. Meg hát van egy csomó olyan autógyártó, most nézzük meg a Hondát, aki gyakorlatilag azt mondta, hogy jó, hát marha jó pofa, hogy van még itt ez az Európa, amit úgy nagyon kell, azt itt így ide csöpögtetjük, de hát amúgy meg itt egyrészt nehézé teszik az életünket, sok itt a hülye szabály, nem fogunk kvóta autót eladni, ha kell ennyi, akkor megveszitek, ha nem, akkor meg egyébként az energiáinkat olyan piacokra koncentráljuk, ahol pénzt lehet keresni. Vagy lehetett volna azt az utat is választani, amit a Toyota mondott, hogy ez ilyen szinten, amit az EU kér, az nem találkozik azzal, ami a realitás, inkább fizetek büntetést, és gyártom azokat az autókat, amiket ténylegesen meg akarnak venni a vásárlók. És történetesen, hogy nem, az a két autógyártó, aki azt tartotta a fókuszban, hogy mi a realitás, és mit szeretnének a vásárlók, két rekordévet tolt le egymás után. BMW is, Toyota is rekordpénzügyi évvel zárta az elmúlt időszakot. Ki az, akinek nehézségei vannak, akik ideológikus alapon, dogmatikus úton mentek abba az irányba, hogy mindegy, hogy mi van a piacon, csak ezt vagy csak azt fogjuk gyártani. Ugye a legnagyobb, hogy mondjam, hátraarcot azt az a Mercedes tolta, akik elmondták, hogy gyakorlatilag az évtized vége felé ők már nem is akarnak belső égésűt gyártani, most meg hirtelen rájöttek, hogy óriási nagy tekerés, igen. Hogy egyrészt akkorát buknak minden egyes EQ modellen, hogy hanyatt esnek, mindezt úgy, hogy kevesebb ilyen autót adnak el, mint mondjuk a BMW, aki azt mondta, hogy mi csinálunk mindent, villanyt is, meg mást is, és sikeresebbek a villanypiacon is. Miért? Mert hitelesebb az az üzenet, mint azt mondani, hogy nem érdekel, hogy mit akar a vevő, ezt fogom ráerőltetni. Tehát itt nagyon, nagyon érdekes perspektívából lehet ezeket a kérdéseket nézni, és akkor mindig ugye jönnek ezek a ilyen-olyan példák, hogy de ez a márka, meg de az a márka, meg ilyen sikeres, meg nem tudom, mindegyiknek megvan a maga érdekes története, megvan az egyedi helyzete. Tehát egy Volvo stratégiát is teljesen meg lehet érteni a villanyosítás kapcsán, mert ott van egy kínai anyacég, és nincs értelme erőlködniük ilyen darabszámok, meg ilyen piaci pozíció, meg ilyen globális jelenlét mellett azon, hogy tovább tolják mondjuk a belső égésűt azzal lendülettel, ahogy eddig. Ez is egy érthető stratégia teljes mértékben. Uraim, köszönöm, Gábor, ez most egy kicsit beletüsszentette egy kis szódát így a végére. Kíváncsian várjuk a fejleményeket. El is múlt az idő, vagy mi van? Egy órát beszélgettünk. Illetve hát a kávéddal együtt, hogyha ezt levonjuk az elején, akkor te 8 perc leesik. Majd meglátjuk a kávét, igen. Visszavárlak benneteket. Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szántatok ránk, és sikeres 2024-es évet kívánok mindannyiunknak, és hát, ha felnyílnak a szemek máshol is. Köszönjük. Láttátok az új ötöst? R5-öst? Renault? Igen, igen. Milyen? Jól néz ki. Marha jól néz ki. Ugye? És abból is van Alpine verzió, ugye? Na tessék. Van itt még mit vásárolni, kérdezik. Vigyázzatok magatokra. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Sziasztok. Ha tetszett az adás és szeretnél még hasonló tartalmakat nézni, iratkozz fel a Sláger FM YouTube csatornájára, és értesülj elsőként az új tartalmakról.